Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió híradója. Nézzük főbb híreinket először röviden. Megújulás. Új szobrokat és festést kapott a Honvéd utcai kőkereszt. Hétfőn szentelték fel. Tisztelet. Vasárnap díszőrséget álltak az első világháború hőseinek emlékoszlopánál, hétfőn pedig hadiárvák és piarista diákok emlékeztek az elhunytakra. Támogatás. Újabb egy évre aláírták a támogatói szerződést a sakkozók. Megújulva. Virágcsokrok és kegyeleti gyertyák díszítik a 128 év után megújult fogadalmi keresztet a Honvéd utcában. Új külsőt kapott az a fogadalmi kereszt, amit 1887-ben Gerócz János állítatott. A keresztet felszentelő Szűcs Imre plébános azt mondta, Magyarországon nagy történelmi hagyománya van ennek a szokásnak. Magánszemélyek vagy családok szokták állítatni. Valamilyen célért vagy valamilyen ügy miatt, például hálaadásul, vagy valamilyen kegyelemnek az elnyerésért, de leginkább a hálaadás, akár gyermekszületéséért, vagy egy jó üzlet megköttetéséért, vagy egy jó ház vásárlása után, vagy egy szerencsés gyógyulásnak a kimeneteleként. A kereszten található szobrok is megújultak. Stamler Lajos képzőművész azt mondta, az erősen megrongálódott eredeti szobrok helyreállítására nem volt lehetőség. Ezeknek a kereszteknek az előképe nekem valahol a gyerekkorom Göllei bucsujának a világába, a falovacskáknak a világába keresendő, a népi naív szobrászat. Na most hát igazából azt megtalálni szobrászként, hogy hol van az a határ, ahol nem válik gicsé, hanem megtartja a naivitását, az meglehetősen nehéz. A helyreállítás költségeit az önkormányzat vállalta. Tóth Nándor alpolgármester hangsúlyozta, a testület további közterületeken elhelyezett keresztek helyreállítását tervezi. A múlt és a hagyomány ápolása, a tisztelete, az kötelessége az önkormányzatnak, mint minden magyar embernek. A munkálatoknak még nincs vége, hiszen Nagykanizsán több mint 90 fogadalmi kereszt várja még a Honvéd utcaihoz hasonló megújulást. Halottak napján. Hadiárvák és piarista diákok emlékeztek hétfőn a világháború áldozataira a nagykanizsai temetőben. Legtöbben közülük kisgyermekként vesztették el soha nem látott édesapjukat. Az elhunyt szeretteikről való közös megemlékezés miatt találkoznak minden évben a Doni emlékműnél a nagykanizsai hadigondozottak klubjának tagjai. Nagyon örülünk neki, hogy így össze tudunk jönni még a sorstársakkal, és itt meg tudunk emlékezni a többi hősi halottakról, nem csak a hozzátartozónkról. A piarista iskolai diákei idén is részt vettek a koszorúzáson. Nyeste Pál igazgató azt mondja, fontos, hogy a diákoknak valós kötődésük legyen a történelem órán tanult nehéz korszakokhoz. Áldozatot hozni ma másként kell, de azért jó, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban is, meg a fiatalokban is, hogy áldozatot hozni mindig szükséges. Önmagunkért, a másik emberért, a hazáért. A megemlékezés szervező klub elnöke azt mondja, hadiárvákként közösen tisztelegnek az elvesztett édesapák emléke előtt. Mi így próbálunk megemlékezni édesapáinkra. Sajnos, hogy nem ismerettük őt. Én se, és akik itt vagyunk nagyon sokan, nem ismerettük őket. A koszorúk és mécsesek elhelyezése után közös imával zárult a halottak napi megemlékezés. Most további híreink röviden. Katonai tiszteletadás. A történelmi vitézi rend nagykanizsai hadnagysága a városi temetőben az első világháborús sírkert emlékoszlopánál állt díszőrséget minden szentek délutánján. A hagyományőrzők a kegyelet virágait is elhelyezték az emlékoszlopnál, és megkoszorúzták két aranyvitézségi éremmel kitüntetett első világháborús katona sírját. Ennek az érdekessége és kuriózuma talán, hogy tehát korhű ruhák mindenütt, és mind az első világháború, mind a második világháború hagyományőrző egységnek a felszerelése, fegyverei, azok mind eredeti. Tehát nem másolatok, hanem mind eredetiek. Tehát itt 110-120 éves fegyverek vannak például, akik most fennállnak az Obelisknél. Tárházi új életre kell.
A piarista iskola közelgő jubileumi hetének egyik kuriózuma a színjátszó diákok ősbemutatója lesz. A csapat egy piarista iskola drámával készül. Dugonics András tárházi műveit két fiatal költő dolgozta át az iskola kérésére. A színjátszókör Lányosház címen november 21-én tervezi bemutatni a darabot, ahhoz azonban, hogy az 1700-as évek végén játszódó történet hangulatát korhűen meg tudják idézni, a kanizsaiak segítségét kérik. És szeretnénk rusztikus asztalokat, székeket, tehát ilyen hegyi bútort szerezni valahonnét, legalább egy asztalt négy székkel, illetve padot esetleg, polcot, söntéspultot, ilyeneket kellene most nagyon gyorsan 3 hét alatt beszereznünk, hogy minél tökéletesebb környezetet tudjunk a darabunknak biztosítani. Újabb változás. Bár továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat a 61-es elkerülő építésénél, de hétfő délelőtt egy sávban váltakozó irányjal ráengedték a közlekedőket az új körforgalomra. Gőzerővel halad a kivitelezés, a csomópontnál már csak az aszfaltozási munkák vannak hátra. November 12-én kezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás, akkor a körforgalom is rendesen funkcionál majd, és megszűnnek a jelzőlámpás irányítások is. A műszaki átadás december 12-én fejeződik be, december 15-én pedig forgalomba helyezik a 61-es számú főút elkerülő szakaszát. Magyar Kupa. A hétvégén Nagykanizsán is rendeztek férfi vízilabda Magyar Kupa csoportmérkőzéseket. A rendezvényen 5 csapat vett részt, többnyire az OB1-es bajnokságból, de vízbe ugrott a rendező Kanizsa VS-e OB1-B-s csapata is. A tornát a több világbajnokot is felvonultató Bajnokok Ligája főtáblás OSC Újbuda csapata nyerte, így biztos továbbjutók a Debrecennel együtt, akik másodikak lettek. Balázs László, a Kanizsa VS-e elnöke elmondta, a rendezvény minden probléma nélkül zajlott, a csapat pedig a tisztes helytállás mellett sokat tanulhatott az élvonalbeli játékosoktól. Erőlétileg mindenképpen fejlődnünk kell ezek a csapatokhoz képest, mert azért azt tudni kell, hogy ezek a csapatok 9-10-12 edzést tudnak be maguknak, és ők profi sportolók, a mi játékosaink pedig munka mellett végzik ezt a sportolási tevékenységet, heti 2-3 edzéssel. Itt mindenképpen kiütközik a mérkőzés végére főleg. Én úgy gondolom, hogy minden csapattal szemben az eredményünk az tisztes helytállásról tanúskodik. Az első 2 negyedben mindenkivel felvettük a versenyt, de az előbbi okoknál fogva ezek sajnos a mérkőzések végére kijöttek, ezek a problémák. Megállapodás. Az NB1-es sakk csapatbajnokságban 8 bajnoki címmel rendelkező kanizsai együttes a november 7-én és 8-án a fővárosban kezdődő pontvadászat előtt újra megállapodási szerződést kötött a főtámogató és névadó Agfa Profit ZRT-vel. Köszönjük szépen! Gratulálunk! Sok sikert a csapatnak! Kecsmaris József, a Kanizsai Klub elnökségi tagja, Nádasi Tamás, a klub elnöke, és Takács Zoltán, a klub alelnöke szerint a szerződés aláírásával kizárólag a bajnoki cím megszerzése lesz a cél. A mezőny eléggé erős lesz az idei szezonban is. Riválisaink közül úgy gondolom, hogy Paks ismét kiemelkedik, tehát nagy valószínűséggel a második hely az nekik dukál, hogyha mi az elsőt azt abszolválni fogjuk. Visszatért a Csuti a bajnokságba, ugye ők megnyerték az NB1B-t, és most már ők is újra visszatértek, tehát lesznek megyei rangadók közöttünk, aminek nagyon örülünk egyébként, mert ezzel élénkítjük a megyei bajnoki színvonalat is, hogy ők is újra visszatértek. Azt gondolom azért nem ők lesznek a fő riválisok, hiszen az erős sorrendjük alapján nem ők számítanak esélyesnek a Paks mellett a dobogós helyekre. Nem tudom, hogy fog alakulni, elég tömör lesz ott a középmezőny, több csapatnak is lesz esélye arra, hogy jó helyen végezzen. Sokat erősödött a kanizsai csapat, 6 új játékos érkezett a keretbe, számos fiatal. Közülük kiemelkedik a 17 éves Kledura Benyámin, míg többek az Agfa Profit NB1-B-s gárdájában mutatják majd meg tudásukat. A második csapatunk
Azt gondolom, hogy az idei évben nem a kiesés ellen fog küzdeni, hanem inkább a bajnoki cím közelébe, ugyanis az első 3-4 csapatba várható a felállás alapján. Két nagyon nagyszerű nemzetközi mester játszik az éltáblákon, Gajas Miklós és Bodo Norbert, akik fix csapattagok voltak az NB1-be, addig, amíg ez a sok igazolás meg nem történt. A második csapat november 8-án a Szent Gotthárd vendége lesz. Most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Megújulás. Új szobrokat és festést kapott a Honvéd utcai kőkereszt. Hétfőn szentelték fel. Tisztelet. Vasárnap díszőrséget álltak az első világháború hőseinek emlékoszlopánál, hétfőn pedig hadiárvák és piarista diákok emlékeztek az elhunytakra. Támogatás. Újabb egy évre aláírták a támogatói szerződést a sakkozók. Mára ez volt a Kanizsa Televízió híradója. Híreinket, műsorainkat megtalálják honlapunkon a www.kanizsatv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!